A Romano Sunu táncegyüttes műsora nyitotta meg a nemzetiségi önkormányzatok 19. interetnikus találkozóját. A rendezvény célja volt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi oktatást végző intézmények képviselői és az érintettek első kézből kapjanak információkat a változásokról, a működésüket meghatározó szabályokról és lehetőségeikről. Oktatási intézmény vezetőjeként, nemzetiségi oktatási intézmény vezetőjeként az oktatást illető változások mindig érdekfeszítőek, és újszerű, aktuális információkat tudunk itt kapni, illetve megerősödnek bennünk azok a kérdések és válaszok, amelyek korábban is bennünk voltak, illetve fél információt kaptunk rá. A nemzetiségi oktatás visszatérő témaként volt jelen a találkozón a szabályokról, amikről Kraszlán István az elmúlt évben még csak tervek szintjén beszélt. 2013. szeptemberétől már alkalmazniuk kell a nemzetiségi oktatást végző óvodáknak, iskoláknak. Az alapfokú oktatási intézmények állami fenntartásba kerültek, de a nemzetiségi oktatást meghatározó döntések esetében megmaradt a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési joga, de a nemzetiségi önkormányzatok is lehetnek intézményfenntartók. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának főtanácsadója most kitért azokra az észrevételekre is, melyeket az elmúlt hónapok során gyűjtöttek az oktatás átszervezése kapcsán. Ezeket a fórumokat tartom a legjobbnak, amikor relatíve szűkebb körben pedagógusokkal találkozunk, mert itt lehetőség van nem csak az információk átadására, hanem valami fajta visszajelzéseket is kapunk azokról az intézkedésekről, amelyek megtörténtek. A tavalyi évben a változások előtt álltunk, tehát igazán tapasztalatokról még nem lehetett szó, azonban az idei évben már benne vagyunk a sűrűjében, hiszen mindazok a változások, amelyeket a jogszabályi módosítások, az új jogszabályok előírtak, azok elindultak. 2014 a választások éve lesz hazánkban, ám átalakul a rendszer. Az országgyűlési és önkormányzati választások nemzetiségi szempontjai is ismertetve lettek a fórumon, de a nemzeti együttműködési alappályázati lehetőségeiről is szó volt. A mi nemzetiségi önkormányzataink sem vezetői, sem tagjai nincsenek olyan jó anyagi helyzetben, hogy egy-egy konzultációra Budapestre tudjanak elmenni, és ráadásul rajtuk kívül mások is érdeklődhetnek a nemzetiségi törvények változásával kapcsolatosan. Így kézenfekvő volt, hogy a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed jöjjön a hegyhez. Tehát mi hívjuk ide az előadókat Budapestről, a minisztériumokból, és adjanak itt tájékoztatást azokra az aktuális kérdésekre, amelyek felmerültek. A találkozón a jelenlévőknek személyes konzultációra is lehetőségük nyílott az előadókkal. Feltehették kérdéseiket az oktatással, választásokkal és pályázatokkal kapcsolatban.